A BDP teamnek a műhelyében ülünk, gokartokkal van tele a műhely, tulajdonképpen ez egy gokart műhely, de Krózsért Menyhértre, vagy inkább Menyára a rallipályákról emlékezhetünk. Az első emlékem rólad az, hogy volt egy hatalmas nagy molinó kifeszítve, hogy menj a menny, jó sok ennyel, és talán amikor ezt a molinót először láttam, akkor megnyerted az N3-as bajnokságot, majd később voltál kétkerekes magyar bajnok, Murva Kupa, abszolút magyar bajnok. Többször nagyon közel álltál ahhoz, hogy abszolút futamot nyerjél, ráadásul egyszer Mitsubishivel, egy R4-es Mitsubishivel, ugye, ha jól mondom. Igen. Egyszer egy Subaruval. Versenyeztél Európa-bajnokságon az IRC-n, voltál gyári Honda versenyző, és pont itt a műhelyben beszélgettünk arról, hogy volt még egy nagyon különleges mozzanata a pályafutásodnak. Volt egy olyan időszak, amikor Krózser Menyhértet támogatta egyedül a MOL. Illetve a mi csapatunkat. Krózser Menya, üdv téged a duct tape-en. Én is üdvözöllek benneteket. Mielőtt itt a gokartokról is fogunk beszélni, de menjünk vissza egészen az időkben, mert ez az N3-as Honda időszak volt ráadásul. Arról is van egy nagyon jó közös sztorink. De hogy ez a Honda, ez már 2003-ban volt, de te még a 90-es évek végén kezdtél el versenyezni. Hogyan kerültél kapcsolatba a rallyba? Fú, hát én egész kicsi koromban. Gyakorlatilag ugye én Balatonalmádiba, Veszprémbe születtem, Balatonalmádiba laktam, és az autóinkat Balatonfüredre hordtuk szervizbe, egy akkori Ladás rally versenyzőhöz egyébként, aki hát jó sokáig versenyzett, a Csángó Ferenc. Nem is volt rossz neve neki a rallyban. Nem. És hát gyakorlatilag rajta keresztül jutottam el őt megnézni az első rally versenyen. Nem emlékszem, hogy hány éves voltam, de még hát vagy óvodás, vagy nagyon elején az általános iskolának. Kvázi ez volt az első olyan, hogy élőben láttam. De egyébként egész pici koromtól nagyon nagy autófan voltam. Az autósport az otthon úgy jelen volt, vagy már csak amikor ebben hát a az nem igazán. Tehát igazából az a lehetőségem megvolt, hogy egész kicsi koromtól vezethettem. Apukám elvitt rallycross pályákra, meg lezárt utakra. Ott tudtam vezetni szezonon kívül. Mármint a vendéglátós szezonon kívül az egész családom azzal foglalkozott, és hát kicsi koromban talán ezért is jutott idő arra, hogy elkezdjek mondjuk gokártozni, vagy hamarabb versenyezni. Lényegében így jött ez a dolog. Aztán magam részéről már, ahogy hát még ilyen tizenéves voltam, akkor már a nagyobb barátaimmal elmentem Salgó rallira, kis ternye, körgyors, klasszikus, ugye ott sokan jártunk így a rally berkeken belülről. És hát gyakorlatilag ahogy jogsim lett, szintén oda mentem, aztán így 94-95 környékén kezdtem el így jobban bele mozdulni, akkor a Török Petinek mentem el először ilyen segítőnek, akkor még ugye rohangászás volt a versenyeken, teljesen más volt egy rally összetétele, és hát gyakorlatilag egy Veszprém rallyn ott ilyen segítőként vettem részt, aztán Szelecki Tomi ékhoz csapottam, így a 96-ban voltam talán először, velük Miskolc rallin, mint így, hát nem is csapattag, inkább ilyen kis segítőként voltam, aztán utána nem sokkal már elkezdtem versenyezni rally túrában, ahol egyébként szintén voltak helyezéseink. Mi volt a feladatod, mint segítőnek? Hú, hát ezt akkor rohangáltunk. Tehát gyakorlatilag ott még olyan szituáció is volt, hogy mit tudom, 4 esőkereket át kellett vinni az egyik gyors végéről, a másik gyors végére, mert hát ha ott leesik az eső azon a gyors, és akkor azt fel kell ott szerelni. Ugye nem volt annyi kerék, hogy minden szervizautóban legyen, akkor azért általában rally 1-ben egy 3 szervizautó az ment, plusz volt egy kísérő, plusz volt ilyen rohangálós, akik megbízhatóan gyorsan tudtak menni, és hát gyakorlatilag ezt csináltuk. Hát akkor tulajdonképpen nektek egy külön versenyetek volt a verseny. Hát ez a annó mindenkinek, persze a szervizeseknek, illetve a segítőknek is. Hogy kerültél a túrába? Gondolom, amikor elmentél így segíteni, akkor már azért a fejedben benne volt, hogy csak kéne vezetni. Hát én nekem az benne volt, mióta megszülettem. És vezettem is egyébként szerencsés. Tehát én nem tudom, mikor tanultam meg vezetni, mert amikor a kormány meg tudtam fogni, akkor már úgy vezettem édesapám öléből, amikor a pedálokat elértem, akkor már a pedálokat, akkor már egyedül vezettem, tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy tanultam meg, ez így jött, tehát mindig vezettem. Hát az aktív versenyzésem az gyakorlatilag 90-es évek végén kezdődött rally túrába, akkor az volt a gyakorlat, meg egyébként az észszerű is, meg egyébként nagyon jó versenyeket rendeztek. Úgyhogy ott kezdtük el az egészet. Egy barátommal egy ilyen balatoni éjszakán megbeszéltük, hogy akkor most mi autóversenyzők leszünk. És azok lettetek?
Azok lettünk, igen, igen. Az első navigátorom, illetve az első évben úgy mentünk, hogy egy versenyt ő vezetett, egy versenyt én. És akkor azt mondta, hogy nekem ez jobban megy, akkor vezessek én, meg navigál. Hogy lehetett akkoriban, ez ugye 90-es évek közepe? Hát vége inkább. 90-es évek közepe vége. Igen. Hogyan lehetett akkor egy túrában elindulni? Mi kellett hozzá? Hát ott gyakorlatilag a jogosítványra volt szükséged. Jó, de gondolom azért csak kellett egy versenyautó is hozzá. Ja igen, hát az még egy kemény menet volt. Kinéztünk az újságból, akkor még nem volt ugye internet, az újságból egy autót, egy Toyota Corolla GT-t, én nekem az egy vágyam volt, utcán is olyan autót használtam, és gyakorlatilag nekiálltunk ketten, és szétszedtük. Aztán össze már nem raktuk, oda jöttek a barátaink, az összes barátunk, tehát mindenki nagyon-nagyon sokat segített, ami szakmunka volt, nyilván a bukócsőkészítés, ilyesmi, azt elvittük az a Grálmánékhoz, akkor ők ugye azzal foglalkoztak, és nagyon jó bukócsöveket készítettek, megvásároltam minden biztonsági dolgot vadiújonnan, tehát mindent, nagyon igényes autót építettünk, úgyhogy így indult el a dolog. Többnyire barátok segítségevel egyébként. Mennyire volt jó az az autó? Mondjuk, hogy így visszagondolva 21 néhány évvel távlatában? Hát figyelj, nem estünk ki egyszer sem. Tehát azt kell mondjam, hogy jó, önmagában az autó az nagyon megbízható volt. Hát N-csoportban versenyeztünk, tehát akkor még a hátsó ülés, meg az összes kárpit benne volt. Nagyon nehéz autó volt, de tudtunk vele meglepetéseket okozni. Nyertünk is vele egyébként, úgyhogy jó volt az autó. Hát igazából nem volt körülöttünk olyan, aki felvilágosított volna minket, hogy ne úszod a lépcsőből, csináljuk a jobb oldali taposót saválóból, mert az mondjuk 28 kiló, hanem mondjuk elég lett volna egy 2 kilós alumínium taposó is, tehát ilyen dolgokat, ezeket így végigjártuk saját magunk, de igazából egy nagyon jó kocsit csináltunk. Egyszer volt műszaki problémánk, akkor 3 hengerre beértünk a célba, egy mezőtúron, vagy nem is tudom, ami rally futamon, egy rally túra futamon. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy 15 liter alatt kellett az utolsó gyorsaságítól a parkfelmékbe leönteni, mert a harmadik hajtókar leszakadt, az kiütötte a blokkódalt egy tojásnyi lyukkal, és gyakorlatilag ömlött belőle az olaj. De beértünk a célba. Egy lyukas blokkal. Egy lyukas blokkal. Emlékszel az első győzelemre? Az ugye itt a túrában volt, és még ezzel a Toyotával. Nem megmondom. Tehát nem volt olyan katartikus élmény, hogy megvan az első győzelem. Az volt igazából, meg is ünnepeltünk minden ilyen helyezés, de valahogy inkább tekintettünk előre, meg az mindig olyan természetesnek tűnt a jó eredmény. Valamiért nem éreztük, hogy az most olyan különleges extra dolog, mindig mindent megtettünk. Hát ebben az időben azért rally túrába, hát úgy kezdtük, azt tudni kell, hogy vettünk egy akkori menőversenyzőtől mondjuk 6 darab használt slick gumit, ami E betű slick, tehát ez a semi-slick. Murván nem is lehetett murva gumival menni, tehát gyakorlatilag az összes Veszprém megyei gumist végigjártuk, és mindenféle régi téli gumikat összeszedtünk, ami hasonlított a murva gumihoz, és hát azokkal versenyeztünk. Úgyhogy nem ünnepeltük különösebben meg ezeket a győzelmeket, néztünk mindig előre. Egyébként még teljesen kész tervünk sem volt arra vonatkozóan, hogy mit akarunk ebből az egészből kihozni. Egész egyszerűen élveztük, csináltuk, elmentünk vagy 15-en egy versenyre barátokkal, és nagyon-nagyon profin, tehát azért mindig figyeltük a rally egyet, sőt, hát VB futamra is jártunk nézőként, és tehát mi rally túrában úgy voltunk, hogy 2 Ford Transitunk volt, és gyakorlatilag minden gyorsasági végén szervizünk volt, pótalkatrészeink, kerekeink, minden, tehát nagyon szervezetten működtünk. Tehát nagyon profi körülmények között versenyeztek. Abszolút. Tehát amit láttunk nyilván a csapatoknál, a rally egyből, ugye tapasztalat alapján, és azokat mindet átültettük a rally túrába, és ez így egy jó dolog volt. És gondolom, akkor minden csapattag nyerni akart. Abszolút. De hát most tudod, olyan csapattagjaink között volt, tehát mondjuk balatoni, sőt, hát már igazából sok tókerülő versenyet, Király Zsolti, ő is élen járó szerelőnk volt, meg segítőnk volt, ugye ő komoly vitorlázó, tehát mindenféle srác, ugye 20-as éveiből akkor így hozzánk csapodott, hát mindenki szerette az autókat gyorsan menni, meg minket is, meg mi is őket, és kvázi egy ilyen, tényleg egy baráti alapon működött a brigádunk. Mennyire volt ez buli verseny nektek, és mennyire vettétek komolyan? Hát figyelj, azért a versenyeket mindig komolyan vettük, tehát mi nem bulisztunk, nem, tehát ezeket komolyan vettük ténylegesen, és tehát készültünk rá, a magunk lehetőségei szerint mindent beleadtunk. Meg volt a túraszezonotok, aztán talán 2 évig versenyeztek. Hát igen, ezzel a Toyotával mentünk, aztán a túra végén kipróbáltam egy magyar Suzuki kupás autót, hát 1600-ba akartam nevezni, mert talán már a bajnokságra is esélyesek voltunk, de én az 1003-as autóval akartam megverni az 1006-osokat.
és beneveztünk. Hát ez ilyen fricska lett volna részünkről, mert hát voltak nyilván ott is, aki gyorsan megy, azt mindig egy kicsit cseszegetik, vagy nem is tudom. Tehát keresgetik az okait, és legkevésbé a kezekbe keresik, hanem inkább a technikába. És én úgy döntöttem, hogy fricskával elindulok egy ilyen 1003-as 68 erős Suzuki-val az 1006-os autók között, és ez az egy volt, amit egyébként itt a túrában más autóval teljesítettünk, illetve még majd vissza kell kanyarodjunk, volt egy OMP rallyerről szeretnék mesélni, mert az egy nagyon jó buli volt, ide majd kanyarodjunk vissza. Lényeg a lényeg, hogy teljesen ellenünk voltak, tehát gyakorlatilag beneveztem az 1600-as kategóriába, nem akartak engedni rajtolni. Majd átraktak az 1003-as autók közé, ott nyertünk, de egyébként megvertük volna az 1006-osokat is, és a végén kizártak, hogy nem megfelelő helyre neveztünk. Tehát itt teljes káó volt az egész. Igazából kinevettük ezt a dolgot, aztán elmentünk haza jó vidáman, mert a gyorsasági eredmények minket igazoltak. Megvertétek az 1006-osokat. Így van, tehát tök jót autóztunk, mi nekünk igazából egyébként erről szólt, mindig az egész pályafutásom alatt egyébként. Utána már nyilván változott a csapat, a körülmények, de én magam részéről nagyon élveztem ezt az egészet. Igen, erre emlékszem, hogy nagyon régóta követem a pályafutásodat, és mindig az volt a fontos, hogy jó gyorsasági eredmény legyen. Igen. Tehát nem is feltétlenül a bajnoki címér álltál rajthoz, hanem hogy az adott pillanatban a legtöbbet ki tud hozni. Bele se gondoltunk ebbe. Tehát igazán nem is mentünk el a rally túrába, sem minden versenyt, nem számogattuk a pontokat, egész egyszerűen mentünk. Ez egyébként, amikor felkerültünk másodosztályba, ez ugye a következő lépés, ott is ilyen szellembe mentünk. Mondtad az OMP rallyt, hogy mindenféleképpen az OMP rally. És ez még túra verseny. Ez gyakorlatilag egy meghívásos verseny volt, ez nem a rally túrának volt a bajnoki futama, hanem akkor volt még, ha jól emlékszel, te is volt olyan, hogy két Miskolc rally volt. Ugye volt egy Fredeste Miskolc rally, és volt egy OMP Miskolc rally, és akkor az OMP Miskolc rally, az kikerült a hivatalos magyar OB versenynaptárból, de megrendezték ezt a versenyt, és akkor elmentünk erre a versenyre, és akkor béreltünk egy 1003-as GTI Suzuki-t, hogy majd akkor most mi ezzel megyünk. Úgy gondoltuk, hogy ez azért gyorsabb lesz, mint a Toyota, mert abban az időben a magyar Robi versenyzették, mint a rally túrában, és nagyon gyors volt ezzel a kocsival, ami egyébként semmi különlegesség nem volt, igényesen meg volt építve, alapvetően egy NS, tehát egy széria közeli autó volt, de le volt könnyítve, tehát tök jó meg volt csinálva, a Robi nagyon rendes srác volt, és dumálgattunk vele, és akkor elhozta nekünk ezt az autót a versenyre. És aminek az érdekessége, hogy elindultak azért rally egyből is jó páran, Szelecki Tomi a Ford VRC-vel, Elek Pisti Evo 5-össel, meg hát jöttek sokan, tehát akkor rally túrában is voltak nagyon erős autók, már minden, és egész jól össze volt rakva, az Ósz környékén zajlott egyébként ez a verseny, és éjszakába rajtoltunk. És hát nem tudtuk, hogy hova leszünk jók egyébként, arra az autóra is vettünk 6 darab használt gumit, és akkor éjszaka elrajtoltunk, hát úgy kezdődött, hogy sáta-sáta, az akkor egy ilyen 20 kilométeres gyorsasági volt, azt hiszem, hogy ilyen 5-6-ot előztünk az éjszaka, az egy gyorsaságin, ez volt azt hiszem kétszer, és akkor másnap ugye az abszolút sorrend szerint rajtoltunk, gyakorlatilag a Szelecki Tomi a Ford VRC-vel, az Elek Pisti az Evo 5-össel, mi meg ott néztünk a Suzuki-val a harmadik helyen, és ez azért akartam visszatérni, mert tényleg ilyen nagyon-nagyon gyorsan mentünk azzal a kis autóval, és ez egy marha jó élmény volt, tehát mindenki nézett, jöttük, hogy mi ez, de gyakorlatilag, hát aztán egy pár helyet így a világosban már ugye visszaestünk, hogy tiszták voltak a körülmények, de nyertük az 1003-át, ekkor ismertem meg a Karsai Zsoltit például, ő Ladával versenyzett még annó. Tehát ez is egy nagyon jó verseny volt, meg nem mellékesen tényleg egy ilyen elég bombasztikus tempónk volt. Meg volt a túra, fölmentetek Rally 2-be, Rally 2. És a Rally 2-ben már a magyar Suzuki-val. Hát igen. Itt az, ugye... A magyar Suzuki-ra, bocsánat, hogy a szabadba vágok, azt tudni kell, hogy az volt akkor azért az autóversenyzésnek az egyik non plus ultrája, mert hogy nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére azok csak egy utcai autók voltak. Mondjuk a Toyota-hoz képest, vagy ehhez a Suzuki GTI-hez képest mennyire volt visszalépés, vagy éppen előrelépés hát a magyar Suzuki? Én, tehát ugye hát ez nyilván ez felmerült ez a lehetőség, hogy tovább kéne lépjünk, mit csináljunk, szeretünk volna picit előre menni. Igazából ez a kupasorozatok mindig azért marha jók, mert kapsz segítséget a gumimár, gumi beszállítótól, abba az időbe támogatója volt külön a kupasorozatnak, ugye önmagában a márka is támogatta pénzdíjakkal, minden versenyző mögött kellett, hogy álljon egy díler, tehát egy Suzuki kereskedő, és hát igazából ugye mérlegeltünk, mert a Toyotánk az volt mondjuk 120 lóerős, 1.6-os, igaz, hogy az is NS autó volt, de a Suzuki meg volt 70 lóerős, és hát nyilván az egy picit gyengébb képességű kocsi volt. A
első látásra. De hát aztán ezekkel a Suzuki-kkal nagyon-nagyon gyorsan lehetett menni. De igazából itt az egy, én előrelépésnek tekintem egyrészt azért, mert Rally 2-be tudtunk versenyezni, másrészt pedig azért, mert nagyon gyorsan lehetett menni azzal a kocsival. Igaz, hogy őrült módon kellett menni vele, nagyon pici dolgokon múlott az egész életed, de nem. Tehát itt azt tartottuk szem előtt, hogy Rally 2, nem Rally túra, és egy kupasorozat, ahol 20 pár elméleti síkon egyforma autó van, és a pilótán múlik a versenyzőpároson és az apró dolgokon a siker. És ez a Suzuki, azért tegyük hozzá, ez egy rendkívül könnyű autó volt már utcára is. Ez egy nagyon könnyű autó volt, egyébként egy marha jó konstrukció, tehát nagyon-nagyon gyorsan lehetett vele menni. Nem hiába, tényleg sok esetben 160 lóerős Hondákat, ugye akkor az volt a Rally 2-ben a csúcs, tehát nem lehetett vagy egy 1.3-ás, tehát egy 1.3 tuningolt, vagy pedig egy 1.6-os N-es autóval, ami ugye nagyon hajazott az utcaira, kivéve akkor még a futóművét, tehát még váltót se lehetett belerakni. Úgyhogy ilyen autókat meg lehetett verni, de főleg Murván. És akkor ezek a Hondák az 1.6-os motorból 160 lóerőt hoztak ki. Hát bizony, ez rettentő gyors kocsik voltak. Igen. Az utcára is egy borzalmasan jó kocsi volt, nem nagyon szeretem. Igen, tehát volt egy 10 kilométeres gyors, ott a Suzuki-val háromszor elvetted a gázt, ahol nem kellett volna, akkor kikaptál. De tehát ez nagyon-nagyon pici dolgokon múlott tényleg. Tehát egyébként előrelépés volt én véleményem szerint összességében. Mennyit lehetett tanulni a Suzuki kupában? Hát nagyon sokat, ugye, aki legalábbis fordított erre energiát olyan szempontból, hogy tényleg nagyon pici dolgokon múlott a dolog. Hogy mondjak valamit, például ugye egyen gumik voltak. Mondjuk a slick gumival lehetett menni mondjuk egy 1.3-as nyomással is, meg 2.0-es nyomással is. Mind a kettővel együtt tudtál gyorsan menni, az egyiknek az volt az előnye, hogy a gördülési ellenállás, mivel magas a nyomás, minimális volt, tehát ennél a 70-68-70 lóerős autónál nagyon-nagyon sokat számított az is, viszont ha leengedted a gumit, akkor ugye jobb tapadásod volt, viszont lefogta az autót. Tehát azért mondom, hogy ilyen, ami persze nyomásban nagy különbség, de nagyon pici dolgokon múltak a Suzuki-nál a dolgok, és ez a vezetésre is igaz. Tehát mondjuk azt mondom neked, hogy egy tardos bikolon, ami egy ilyen őrült, jó gyorsasági, igazi rally aszfalt volt régen, dobálós volt, tényleg ott az volt, hogy letapasztottad a Suzuki-n a gázt, kijöttél, ott például tudtál nagyon előmenni, de mondjuk átmentünk már egy másik gyorsra, ahol lassítók voltak, szélesebb volt, nem kellett úgy vállalni, akkor nyilván arányaiban többet kaptál, de én nagyon-nagyon élveztem ezt, és tényleg ott megtanultunk igazából lendületből autózni, és ugye ez kell egyébként, mert a Rally 2 egy utánpótlás, egy kezdő osztály, ez kell egyébként, hogy megtanuljál az apró dolgokra figyelni, meg lendületből egy autóval menni. Nagyon sokat beszélgettünk utánpótlás nevelésről, és mindig azt mondtad, hogy az alapokat be kell tartani. Az alapok. Ez a te pályafutásodban is tulajdonképpen megvolt, de ez tudatosan volt meg? Tehát akkor is tudtad azt, hogy egy gyengébb autóval a lendületautózást kell megtanulni? Vagy ez egyszerűen csak jött? Hát is. Tehát most mit akarnék kezdeni egy Hondával, ha egy Suzuki-val nem tudok mondjuk egy fel annyira erős autóval gyorsan menni, vagy fel olyan képességű autóval. Tehát ezeket meg se fordult a fejembe. Akkor az volt a lehetőség, ezt tudtuk elérni, és ez volt, és ez engem egyáltalán nem zavart, hogy 2 évet eltöltöttünk ott. Nem gondolnám, hogy mondjuk nem tudtunk volna egy gyorsabb autóval menni jól, mert utána azért elég nagy lett a lépésünk, de én azt mondom, hogy jó volt ez. Tehát voltak ott nagyon-nagyon jó pilóták, nagyon felkészült pilóták minden tekintetben, tehát nem volt az egy sétagalop, és az egy komoly feladat volt. Tehát ott közepes képességű pilótával, autóval nem tudtál menni az első ötbe. Milyen eredményeitek voltak? Hát az első évben harmadikok lettünk a kupába. Tehát én azt mondom, hogy... Ez tulajdonképpen fölül szinte egy bajnoki címmel. Nem? Hát nagyon pici dolgokon múlott, és igazából még az év elején abban se voltunk biztosak, hogy minden versenyen megyünk, de... Úgy estem oda az Esztergom Rallyra, amikor külföldön éltem, úgyhogy ilyen minimális felkészültséggel, tehát amit a Strázsahegyi gyorsaságin például egyet mehettem, sportbíróval a tréningautóba, egy kört. És mentünk rajta abszolút harmadik időt, vagy a kategória harmadik időt.
úgy nem is hitte senki, pedig így volt, hogy tényleg a navigátorom, meg a csapatomból egy tagunk, Bandika, felírták a gyorsasági szakaszt, én egyszer mentem rajta, és kész. Úgyhogy... Ugorjunk egy picit, mert innentől kezd igazán izgalmassá válni a pályafutásod. Hidd el, ez is izgi volt. Beszélhetsz még róla, hogyha voltak még izgi dolgok. Nagyon pici dolgokom volt. Tényleg ez, én azt mondom, hogy mindenkinek így kéne kezdeni. Nyilván most már más autók vannak piacon, tehát minden autó egy picit erősebb, nehezebb, de ez a kupasorozat, ez tényleg, tényleg nagyon-nagyon jó, mert aki ott tud gyorsan menni, utána az látszott, hogy mindenhol megállta a helyét. És tényleg volt, hogy egy kanyaron múlott a gyorsaság, hogy kinyeri mondjuk az első ötből. Tényleg beszéltük, hogy te ott, hogy mész, igen, padló, hát hárman elnyomtuk, ez látszott a videón, padlón, mind a hárma majdnem beestünk az erdőbe. Gyakorlatilag egy fától, vagy egy ilyen facsonktól, tudom én, 2 centire mentünk el, meghúzta a hátsó kerekemet, az ekkora szilentből ennyi tartotta, még egy gyorsasági volt vissza. Azon az ellenfelem beesett, úgyhogy én nyertem, ez pont Szombathelyen volt Murva szakasz, vagy Murva versenyen, de tehát ilyen nagyon pici dolgokon múlott, és tényleg mi küzdöttünk az elemekkel. Kik voltak akkor az ellenfelek legnagyobb nevek? Hát már nincs köztünk a Vince Marci, szegény, ő is egy ilyen, hát olyan mindent bele adó típus volt, ő pont egyébként ő volt az, aki ott az utolsó gyorsan eldobta, és akkor így, hát már partiba voltunk gyakorlatilag, ilyen tizedekre mentünk, és beesett ott, és akkor ugye így elmaradta. Hát igazából a harc nem, mert az utolsó gyorsan esett el, szóval ő volt, akkor volt a Keller Peti, aki utána Suzuki gyári pilóta lett, Nagyváradi Zsolti, aki szintén egy ilyen kamikáze stílusba közlekedett. Volt, emlékszem, a Keller Peti is, meg a Nagyváradi Zsolt is, ők ugye ilyen N2-es kategóriában, illetve a Keller Peti az meg kicsit följebb is tudott lépni a szuper egyhatos autóval, de az N2-be, amit ez a két versenyző művelt a pályán, az valami... Hát és ez ment a Suzuki kupában is, tehát mármint a Rally 2-ben, mert utána az is egy kupasorozat volt, akkor volt még ugye a Telek Zoli, aki egy ilyen régi motoros volt a szakmám, nagyjából egyébként még volt egy pár gyors pilóta, most teljes igényekül mindenkit nem tudok megemlíteni, de az egy nagyon jó dolog volt. És itt támogatott benneteket a MOL? Igen, akkor volt az, hogy ugye kiszállt a nagy támogatói szintről a MOL, viszont ebbe az évben, az első Suzuki évünkben a Gajdos Tamás volt a csapattagunk még, akit megfűztünk, hogy gyere Tomi, létszi, és akkor gyakorlatilag ő tudott egy-két támogatót, mert köztük volt a MOL is, ugye abban az időben nem volt, abban az évben nem volt Rally 1-es támogatottjuk, és a mi csapatunkat megtámogatták. Egyébként akkor támogatta a kupasorozatot is külön pénzdiakkal a MOL, de nekünk akkor volt velük egy külön szerződésünk is, ami egyébként pénzbeli támogatás volt. Ez nagyon jó volt, úgyhogy ez külön örültünk ennek a dolognak, és amit még hozzá kell tenni, egyébként ezután az év után én abba akartam hagyni a versenyzést, ez még hozzátartozik a történethez. Tehát az első Rally 2-es év után én úgy döntöttem, hogy nem versenyzek tovább, mert nem nagyon láttam azt, hogy az elkövetkezendő években ez hogy fog tudni működni, és egyébként én abba akartam hagyni.